Köszönöm szépen. Legelőször is picin csapatomat mutatnám be, bár a diánk most így szétcsúszott, remélhetőleg nem az összes. A következő bő 30 percben arról fogunk mélyebben elemélkedni, hogy a trónok harcának az öltözetei és öltözékei mennyire reprezentálják az adott házakat, hogyan viszonyulnak a ruházatok ahhoz, hogy ki a sorozatban mely családhoz tartozik, vagy ha azt nézzük meg, milyen tájegységről került ki Westerosnak az adott ruhakölteménye. Ugye a legelső dián, vessünk egy pillantást Westeros nagy térképére. A bal oldalt látható a polgárháború előtti időszak, amikor még a tartományokat az adott családok úgy, ahogyan az első könyvekben olvashattuk, uralták. A jobb oldalon pedig már az az átrendeződött politikai helyzet figyelhető meg, aminek mentén most már az utolsó évadhoz érkeztünk, azért, hogyha a színvilágot megnézzük, eléggé átrajzolódtak a politikai és hatalmi harcállások. Kezdjük talán az egyik legérdekesebb házzal, a Lannisterekkel. Jelszavunk halt üvöltésem. Címerünk az oroszlán, a vörös és az arany. A Lannister ház a Casterhegyről uralta a vidéket, ugye ők a nyugati vidéknek az urai. Területük eléggé hegyvidékes, de hogyha megnézzük, akkor ő alattuk nagyon sok aranybánya volt található, amelynek ugye ők a gazdagságokat köszönhették. Innentől kezdve nem volt kérdéses, hogy mint Westeros legtehetősebb családja a politikai harcintéren is nagy erőt tudtak képviselni és felvonultatni, illetve bemutatni. Miután Cersei Lannister hozzáment Robert Baratheonhoz, utána a székhelyüket Castelli Rockról áthelyezték Királyvárba. Sorozatból összeválogattuk a legjellegzetesebb Lannister karaktereket, ugye látható Tywin, a családfő, Cersei, Jaime, Tyrion, Joffrey. A Lannister háznak a tagjai által viselt ruháknak a legnagyobb jellegzetessége az, hogy a női tagoknak a ruhái, illetőleg a férfiaknak, illetve a Lannister katonáknak a páncélviseletei, azok a középkori japán szamuráj viseletek stílusjegyeit hordozzák magukban. És akkor nézzük is Cersei Lannistert. Szeretnék kérni egy jelentkezőt. Ott pont is van egy. My lady. Ha megnézzük Cersei-nek a ruháit, egy az egybe a japán kimonónak a stílusjegyeit viselik magán. Anyagukat tekintve sejem, illetve szatén anyagokról beszélünk, amikből ez készült. Gazdagon díszített hímzések. A köntösök egyfajta origami játékra hasonlítanak. Általában aszimmetrikus szabás alapján készültek. Gazdagon hímzett, általában ugye aranydísz motívumokkal. És ha megnézzük, akkor általában az ő ruháin olyan fémláncokat találunk, amelyek szinte páncélszerűen védik viselőjét. És ezzel mintegy fajta tartást is kölcsönözve a ruhának, összefogják az egész ruhakölteményt. Hogyha tovább megyünk, nézzük meg Robert Baratheon feleségeként. Kinek mi jut eszébe róla? Első ránézésre megkeseredett, bekámpicsorodott háziasszony. De nem. Végignézzük, ez az őjetek meg arc kifejezés. Az első évadban, amíg még Robert él, ez végigkíséri a teljes pályafutását. De ugyanakkor, hogyha picit jobban szemügyre vesszük, nem is látjuk azokat a Lannister stílusjeljeket és jellegzetességeket. Felkontyolt haj. Általában olyan színű ruhákat visel, amik nem igazán jellemzik a Lannister házat. Aztán, ahogy Tyrion mondta, amíg a halál véges, addig az élet tele van lehetőségekkel. Robert Baratheon hirtelen halálával Cersei teljesen kivirul, és megkezdődik az általam úgynevezett vígözvegy korszaknak titulált világ.
azért hasonlítsuk össze ezeket a ruhákat. Teljesen ki van virulva. A mosoly, a színek, az a fajta színvilág, ami a második évattól kezdve jellemzi Cerseinek a viseletét, gyakorlatilag a májvától, a lilától, a kéktől teljesen olyan színskálákat visel, amik magát a Lannister házat ugyan nem feltétlenül jellemzik, de ugyanakkor egyfajta kihívó, egyfajta örömtől kicsattanó és tavaszi üdeséget kölcsönző képet adnak neki. Aztán, ha megnéztük ugye az előző díján még fél pillanatra visszatérve. Hogy tudok visszafele lépni? Tehát, hogyha megnézzük az előző díját visszafelé, a kibontott hajviselet. Formális eseményeken többségében kivágott ruhákkal találkozunk, válvonalban kivágott, illetve a befont hajviselet az, ami jellemzi. Ő Westerosnak egyfajta divatdiktátora volt, nagyon sokan az ő stílusában próbálták megtalálni azt a fajta alkalmazkodást és stílusvonalat, amit hogyha magukon viselnek, akkor fitoktatni tudják akár a hatalmukat, vagy akár a politikai hovatartozásukat. És míg el nem jön a jóslat, ugye királynő leszel, míg nem jön egy másik fiatalabb és szebb, hogy földre taszítson, és megfosszon mindentől, ami szívednek kedves. És hogy a gyermekeiddel mi lesz? Neked lesz 3, férjednek 6 és 10, aranyból lesz a koronájuk, és aranyból lesz a halotti lepjük. És mikor majd könnyeiben fuldokolsz, a Valánkvár sápat kis nyaka körét fonja ujjait, és kiszorítja belőled az életet. Cerseinek azt a politikai balfogását, hogy sikerült lepaktálnia a hetekkel, majd megszégyenítették harkoronájától, megfosztották, és megszégyenítve végig sétáltatták a királyvár főtenén, onnantól kezdve ő megtörik. Elveszíti nőiességét, elveszíti azt a fajta hitet önmagában, hogy ezt a stílus tovább tudja hordozni, és nézzük meg, az utolsó évadokban előkerül a fekete szín, teljesen zárt ruhák, a rövid hajviselet, a magasított nyaki rész, és hogyha az utolsó képet nézzük, a magasított nyaki részen már szegecseket is találunk. Ezek a szegecsek pedig arra szolgálnak, hogy mivel fél a jóslat beteljesedésétől, hogy őt fulladásos halál fogja érni, ezért védekezik, folyamatosan védekezik. Nézzük meg a Lannister páncélzatokat. A Lannisterek nagyon gazdagok, és fontos számukra a hatalom, illetve a hatalomban való részvételnek a fitoktatása. Ha megnézzük a Lannister katonáknak a páncéljait, azok a középkori japán bőrvértek, illetve szamuráj páncélok stílusjegyeit viselik magán, de ugyanakkor kidolgozásukban megjelenik a keleties hatásminta, az indiai, illetve a kelet-ázsiai díszvonalak, gazdag aranydíszítésekkel tarkított, illetve az, hogyha ezeket megnézzük, hát hogyha találkoznánk egy Lannister katonával, azért egy picit bajós és félelemkeltő. A Lannistereknek a férfi királyvári öltözetei a törökkori kaftánok mintájára készültek. Ezek a ruhák többségében ugyanúgy az aszimmetrikus jegyeket hordozzák magukon, tehát általában ilyen oldalra hajtott viseletet képviselnek. Orientális, gazdagon díszített szövéseket használtak, ugye Joffrey ruháinál pedig még megjelenik egy úgynevezett hosszított tingúj rész is, ami folyamatosan kvázi mint egy palástként kíséri végig a sorozatban. Ugye, ha tovább folytatjuk a diát és nézzük a Lannister hadseregnek a ruháit, kever stílus. Tehát a katonáknál ugye a japán motívum jelenik meg, de ugyanakkor a nyugat-európai lovakkort sem hagyták ki a divattervezők. Fontos, hogy az oroszlán, mint maga a családi cím, mert az a páncélzatoknak díszítő eleme mind a várrészeken, mind a mellkaspáncélrészeken. És hogyha megyünk tovább, nézzünk meg. Tywin Lannister. Amikor ezt a képet látjuk, körülbelül Marcus Aureliusnak a bevonulása látható Rómába, teljesen magát a római kori diktátoroknak a nyugat-európai képét idézi előttünk, ellentmondást nem tűrő, kemény és kevély. Mind ez, ami jellemzi királykezeként Tywint is, ugye a fekete ruhák többségében vagy bőrhatású, vagy műbőrhatású anyagból,
ugyanaz az aszimmetrikus szabás, mint a kicsit konzervatívabb, visszafogott díszítésmód. Jaime-nek, hogyha megnézzük a királyvári páncéljait, Lannister hadvezérként szintén ugyanazt a tradícióvonalat követi, amit ugye a Lannister ház előír. Ha Joffrey mintáira nézzük a ruhákat, gazdagon díszített szintén a vörös és az arany, mint túlmutató színvilág. És hogyha Tyrionra megyünk tovább, mint király segítője, akkor nála is a vörös és az arany, mint Lannister színek, amik dominálnak a ruházatában. És itt látható összefoglalva a Lannister színpaletta, a fekete, a vörös árnyalatai és az arany. Ez az, ami visszatérő motívumként jellemzi a családot. Következzék a Stark ház. Jelszavunk, közeleg a tél. A Starkok Westerosnak legnagyobb tartományát, Derest uralják. Hegyvidékes, megszelidítetlen, hideg és rideg. A ruháik is ehhez kellett, hogy alkalmazkodjanak. A földkincsei ritkásak, kevés alapanyagból tudunk dolgozni, illetve ugye az itteni nemesek befolyásosak, a seregeik és a földjeik pedig hatalmasak, de ugyanakkor nézzük meg, hogyan is alakult ki az ő öltözködésük. Ha végignézzük, ez az első évadban az a kép, ahol a Stark házat először és utoljára láthatjuk így egyben, tehát innentől kezdve már csak fogyni fog a létszám. Az északi tartomány a királyság leghidegebbje. Sötét színek jellemzik. A legelső díszítő elem, amivel mindegyik Starknak a ruházatában találkozunk, azok az állatbundák. Minél ritkább állatprémet használt valaki, annál inkább jelképezte azt, hogy milyen az ő általa betöltött tisztség, vagy az ő társadalmi pozíciója. Tehát egy rémfarkasprém az mondjuk egy akár egy júnak, vagy bármilyen más állatnak a prémjével ugye nem betekedhetett. A legtöbb katona nem engedhette meg magának azt a luxust, hogy a Westerosi Királyság többi hadseregéhez képest láncingeket és páncélozatokat, nehéz páncélozatokat viseljen, nyilván azért, mert ugye szegény volt, maga a vidék is, meg azok a nyersanyagok nem álltak oly nagy mennyiségben rendelkezésre, ami egy ekkora páncélos hadsereg felszereléséhez szükséges. Ám de, ugye, mivel itt a Hét Királyságnak ez az egyetlen régiója, ahol még ugye nyáron is eshet a hó, ezért ugye kénytelenek voltak olyan anyagokból dolgozni, és itt megint csak arra tudunk visszakanyarodni, hogy a funkcionalitás, ami a katonáinkat melegen tartja, és elérhető a számunkra. Ha a színvilágot nézzük, az északieknál főleg a szürke és a kék színű ruházat az, ami domináló volt, illetve a barna és a feketének a különböző kombinációja a férfiaknál, ugye a nőknél a női viseletek általában kékek voltak. Viszont mivel a Starkoknak az első, az ugye a családnak az egysége, és egyfajta szimpatikus kép kialakítása saját magukkal szemben, ők lágyabb kék és szürke színeket árnyalatukban alkalmaznak, illetve a barnából is inkább a világos barna az, ami a páncélzatoknál előtűnik. Hogyha megnézzük a katonai ruházatokat, akkor gyakorlatilag azt vetjük észre, hogy az ő páncéljaik bőrvértek, amik leginkább a középkori brigandinokra hasonlítanak. Maguk a bőrlemezek és a fémlapok összeszegett cserével előállított páncélok rácsmintát követnek. Hogyha megnézzük a sisakot, amit a Stark katonák viseltek, akkor egy 15. századi íjás sapka rosté nélkül köszön vissza. És ugye ez alatt pedig durva szövésű szövetek voltak jellemzőek, amik ugye magukban tartják az embernek ugye a hőmérsékletét, tehát ezáltal is védik magát a harcost. A Starkoknak a legfőbb jellemvonása a tradicionalizmus. És itt nem is ragadnék le sokáig. Nézzük végig a képeket. Ahogy apám öltözködött, úgy fogok öltözködni én is. Nincs nagyon variáció benne, nincsenek eltérések maguktól a családi hagyományoknak a megszokott vonásaitól. És ugyanezt nézzük a hölgyeknél is, a kék szín. Fiatalabb korban a halványkék az, ami dominál, azt követően pedig ugye a Catelynnél a sötétebb kék árnyalatok, amik megjelennek a ruhaviseletekben. A Stark ház női tagjai
Catelyn Stark, vagy Tali. Egy picit kevert ruhakölteményről beszélünk, annál fogva, hogy ugye mivel két háznak a jegyeit viseli magán, ugye első blikre, hogyha ránézünk, a 15. századi zártabb gótikus ruhaviseletek jutnak erről az eszünkbe. Állandó jelleggel ugye vastagított szövetek, kevésbé díszesek, megemelt nyaki gallérlész, ami ugye a Tali vonalat képviseli, az általában az általa viselt, kihímzett halmintás gallérrész, illetve a Tali halkitűző. De ugyanakkor, ha megnézzük Catelyn ruházatát, nem túl fantáziadús, de miért is nem? Mert az egyszerű családanya képét festi elénk, ami kerüli a díszeket. Gyakorlatilag itt maguk a díszek egyedül a kiegészítők. Kiengedett hajviselet, egyfajta konzervativizmus. Na, ezzel szemben nézzük Sansát, picit érdekesebb dolgot fogunk tapasztalni. Miért is? Ugye alapanyagban nem sok minden. Gyapjú bőr és szörme az, amit fel tudtak használni, kevés színezőanyag. Sansa nem volt nagyon megelégedve azzal a fajta öltözködéssel, amit biztosítani tudott rá Észak. Ő a divatot szerette volna. Ő ki szeretett volna törni. Neki inkább a pumpa volt a lényeg. Neki utána Cersei-nek a stílusa vált irányadóvá, ugye az első évadban még ugyanezeket a Baby Cake Stark ruhákat figyelhettük meg rajta. De menjünk tovább. Hoppá, visszaköszön egy picit Cersei. A hajviselet, nézzük csak, első évadbeli Cersei. Sansának ugyanaz a fajta beskatujázottsága. Ugyanazok a Lannister övek, ugyanaz az aszimmetrikus Lannister szabás minta. Picit előrébb haladunk. Több évadon keresztül végignézzük Sansának a ruháit. Hajviselet, Cersei-nek a kiengedett hajviselete az, ami alapján ugye őt nyomon követhetjük. És akkor itt vannak az esküvői ruhák és kényszerházasságok. Figyeljük csak meg a képet. Ugye a Lannister aranyszínek, de a motívumok, amik a ruhán vannak. Ha a hátát nézzük a jobb oldali képen, a Lannister oroszlán szájából indaszerűen törnek elő az aranysújtásos dísznövény motívumok, ami szépen az egész ruhán végig haladva körülöleli, körbefonja, mint egy megfojtja Sansának a testét, és hogyha a baloldali képet nézzük, a ruhának a díszítésén egy Lannister oroszlán marja a farkast. Mi ez, hogyha nem a behódolásnak a szimbolikus jelképe? De nézzük tovább, ugye nem csak egy kényszerházasságunk volt, volt kettő is. Amikor Ramsay Bolton, hogy hozzáadják akaratán kívül, a deresi esküvői ruhája már az északi mintához hasonlítható. Durva szövésű anyag, szörmedíszítés, prémgallér, ugye fehér szín a mennyasszonyokra jellemző ártatlanságot reprezentálja, amit ugye Ramsay le fog tiporni. De ugyanakkor már az északi stílusjegyeket láthatjuk a ruháján. És ugye, hogyha kicsit fölidézzük Michael Claptonnak, a jelmeztervezőnek az ötletét, ugye a jelmezek azért vannak, hogy egy karakternek a teljes életútját elmeséljék nekünk. Amilyen ruhát visel, az arról tanúskodik, hogy ő most milyen szerepet tölt be. Miután Sansa elhagyta Derest az élete folyamatosan a megaláztatásokról, a túlélésről, a másoknak való kiszolgáltatottságról szólt, eleinte került-e a saját Stark házhoz való tartozásának bármely fajta utalására való jelképeknek a viseletét, de ha megnézzük, akkor ahogy haladunk előre az időben, Sansa visszatér a Stark vonalakhoz. Hol jelenik ez meg? Észak nem felejt. Amikor visszatér Sansa Deresbe, és elsőként meglátjuk az ő saját ruhakölteményét, az úgynevezett varjú ruháját, ugye a fekete szín, ami már egyfajta révbeérést is jelent, de inkább a nyakláncra hegyezném ki. Az alsó képen Aemon mester látható. Mit csináltak a mesterek? A mesterek járták a birodalmat,
És minden egyes iskolában, ahol tanultak valamit, és elsajátították a képzést, vagy befejezték a tanulmányt, kaptak egy láncszemet. Mire az útjuk végére értek, és mesterré váltak, az alsó képen látható lánc volt az, ami jelképezte az ő életútjukat. Szánszánál ugyanez a lánc köszön vissza díszformájában. A körformájú nyaklánc dísz magát, a visszatérést jelképezi, a tű pedig, ami végén van, egyfajta önvédelmi eszközként szolgál. A fattyak csatája. Az ominózus jelenet, amikor Sansa megjelenik lován. Ha megnézzük a mellkasán lévő hímzést, amit saját maga hímzett, ez már büszkén azt mutatja, hogy nem szégyenli azt, hogy ő a Stark házhoz tartozik, sőt, büszke rá, és kimutatja azt, hogy ő ténylegesen ebből a vérvonalból való. És amikor már ott tartunk, az utolsó évad végére, hogy gyakorlatilag Deres úrnőjévé válik, nézzük meg ezt a két képet. A prémgallérok, amit régen oly nagyon utált, az a fajta bőrvértezet, ami Ned Starkon volt látható, és az édesanyja hajviselete. Ugyanazokat a Stark vonalakat, amiket eddig olyannyira el akart hagyni, azok most gyakorlatilag ő önnön saját kifejező eszközeivé váltak. És akkor itt összefoglalásként nézzük meg a Stark színpalettát. A fekete, a barnának az árnyalatai, ugye a női karaktereknél a kék, illetve a szürke és a fehér, az igazi téli hideg színek. Ez jellemzi a Starkoknak a ruházatát. És akkor kanyarodjunk a Tyrellekhez. Erőssé növünk. A Tyrell ház a síkvidéknek az urai, amely a királyságnak a legtermékenyebb területe. Honnan fakad az ő gazdagságuk? Gyakorlatilag egy alföldként kell elképzelni ezt az egész területet, ahol magas szintű földművelés, jólét, nincs éhezés. Az ő pénzük volt az egyébként a hét királyságban, ami konvertibilisen váltható volt a Targaryenek pénzével 2:1 arányban. A hódítás után a Tyrellek lettek a dél őrzői, a legnagyobb hadsereggel és vagyonnal rendelkeztek. Érdekességük, hogy a származásukat ők a többi családhoz képest női vonalon vezetik tovább, ugye ez is előremutató. És a lovagi kultúra náluk volt a legvirágzóbb. Ha föltekintünk erre a kicsi kastélyra, amit egyébként a filmben is láthattunk, akkor ez az egyetlen olyan vár, ami teljes egészében úgy jelenik meg a trónok harcában, hogy semmilyen CGI vagy átalakítás nem történt rajta. Miért? Ez a vár Spanyolország Córdoba tartományában az Almodóvar de Rio kastély, ami Almodóvar a helyiek számára biztonságost jelentett. Na, ebből a kastélyból uralták ők a síkvidéket, gyakorlatilag a hegytetőről mindent beláttak. Nézzük a családot. Olenna, Mace, Marjorie és Loras. Ha az ő öltözéküket nézzük meg, akkor az égi kertieknél általánosan a következőket tapasztalhatjuk. Lady Olenna, Westeros Coco Chanelje. Az elegancia. Folyamatosan azok a visszafogott, de ugyanakkor gazdagon díszített ruhák, kvázi zakószerű szabás mintával, és az állandóan elfátyolozott, de ugyanakkor szabadon hagyott arc, a merev elegancia. Mace és Loras, ők a korai reneszánsznak a stílusjegyét viselik magukon. Tehát az ő általuk viselt szimmetrikus tunikák, gazdagon díszített mintázatok, hosszú hajviselet volt egyébként a reneszánszban a férfiaknál jellemző, és ugye kényelmes bőrcsizmák, míg Margerinél egyfajta kevert stílus, de mindig kivágott ruhákban van. Miért? A Tyrelleket, ha egy szóval kellene jellemeznünk, azt mondhatjuk, hogy karakán. És itt nem csak Olennának a szókimondására, egyenességére vagy nyerségére kell utalni, hanem arra, hogy ennek volt egy régies jelentéstartalma is. Mégpedig az, hogy valamilyen maga mögöttes szándékot rejtő alattomos.
ugye Olenna, amikor megjelenik Királyvárban, ugye a Tyrellekre nem olyan jellemző, mert hogyha megnézzük a zászlajukat, 2 perc, ugye a zöld szín, de ez nem jelenik meg, inkább visszafogottan a kékeszöld, illetve az aranyárnyalatok. Ugyanez, gazdagon riszített ruhák, mindenhol a rózsa minta, ami a családi címer. Egészen odáig, amíg ugye a családját el nem veszíti, itt már ugye megint csak a gyász színei jelennek meg. Margaery Tyrell. Hát amikor az első évadban találkozunk vele, Hieronymus Bosch képe, egy picit ez az elcseszett középkor, amire úgymond nem igazán találunk választ, mert Hieronymus is olyan korszakot festett meg, ami kicsit előre mutat, csak éppen nem illeszkedik bele abba, ahol éppen tartunk. Ha ezt átíveljük, Margaery-nek a stílusát úgy alakították ki és úgy tervezték, hogy szembe menjen Cersei-vel. Nézzük, hogyan kivágott ruhák, a saját női testét használja politikai eszközként, szabadon hagyott kezek, a nyaki ruhánál kivágott ruhák, háti oldalon is kivágott, tehát mindent fölfed a kémlelő tekintetek előtt. A kék szín a domináló, az aranyon díszített növénymintákkal, ugye mindenhol a Tyrell rózsák mind díszítő elemek, és a házassági képei. Ugye Joffreynál még, amíg a kék szín, illetve annak a különböző feldolgozási mintái, ugye amikor már harmadik Baratheon férjét veszi el, az arany és a vörös. Egyre inkább ugye kimutatja politikai hovatartozását. És ugye végül, amikor már ő is a hét istenség játékába kerül, itt már egy visszafogott, konzervatív színvilággal találkozunk. Ugye Lorasznál sem tűnik úgy szembe maga a zöld színnek a viselete, miért is bújtatottan jelenik meg ugyanaz a halvány kék és zöld, ami a Tyrellekre jellemző. De ugye ugyanúgy megtaláljuk a rózsa mintájú kitűzőt. És ugye Mész, aki már az idősebb Tyrell és a család fői, már azért egy picit haragosabb zöld, illetve jobban kidíszített aranyozott árnyalatokat találunk magunkkal szemben. És akkor nézzük gyorsan a Tyrell haderőt. A hadsereg egy az egyben a középkori páncélzatoknak a mintájára készült, gyakorlatilag a nyugat-európai lovakkornak a mintája, amikor találkozunk a hadsereggel, a fémlemezek, ugye a szegecselt, illetve láncinges módozatok, és Lorásznak, hogyha megnézzük a lovagi páncélját, ekte a középkori gótikus stílus és annak a gazdagon díszítettsége tükröződik vissza. És akkor a végén a Tyrell színpaletta, a zöld, a kék árnyalatok és az arany. És akkor a végén, ha már itt tartunk, egy pici spoiler. Vegyük picit szemügyre. Az elmondottak alapján mit vehetünk észre? Ugye Robb Stark, mellette a képen Jaime. Ha az utolsó évadnak ezt a képét nézzük, egy picit előre mutat a dolog. Ugyanis ezek a Starkoknak a páncéljai. Itt ez előrevetíti azt, hogy Jaime oldaláról egyfajta szembefordulás várható a Lannister házzal, de hogy mit hoz a jövő, azt már csak a sorozat végén tudjuk meg. Köszönöm szépen a figyelmet!